Sziasztok! A következő percekben a mitológikus világkép jellemzőivel fogunk megismerkedni. Jogosnak tűnhet a kérdés, hogy most a 21. században a technika meg a tudomány korában mi értelme van a mítoszokkal foglalkozni. Erre az egyik válasz az, hogyha időben visszafelé próbáljuk megkeresni, hogy hol, van az, hol vannak az irodalom gyökerei, akkor a mítoszokhoz jutunk. Másfelől viszont ezek a mítoszok a mai napig különböző formában köztünk élnek, tehát nem, hogy fölösleges, hanem nagyon is fontos megismerkednünk ezeknek a mítoszoknak a logikájával és néhány olyan motivumával, ami újra meg újra előkerült az elmúlt évezredek során. Na, vágjunk is bele. Először is tisztázzuk, mit jelent az, hogy mítosz. A mítosz az a görög mítosz szóból ered, így lett magyarítva, hogy mítosz, és a mítosz szó az mondát, mesét, jelent. Én annak idején még úgy tanultam a mítosz definícióját, hogy hitrege. Én nagyon szeretem ezt a szót, tehát én használom is, hogy hitrege, bár a tankönyvetekben úgy láttam, hogy már nincs benne. Azért, mert nagyon jól kifejezi a mítosznak a kettőségét, hogy egyrészt rege, tehát történetek, mesék, a mítoszok, másfelől ugyanakkor egyfajta hitrendszernek a kifejeződései is, tehát itt nem csak egyszerűen szórakoztató történetekről van szó, hanem mindazzal, ami a mitológikus kor emberét körülveszi. És ha megnézzük, hogy milyenek ezek a mítoszok, mire valók, miért jöttek létre, akkor azt tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen a társadalmi fejlődésnek, az egy adott fokán, úgy tűnik, hogy minden emberi közösség eljut arra a pontra, hogy elkezdi feltérképezni a körülötte lévő világnak a jelenségeit, és megpróbál ezeknek valamiféle jelentést adni, megpróbál rájönni ezeknek az eredetére, tehát megpróbál valamiféle magyarázatot adni arra, hogy hogyan működik a körülötte lévő világ. És erre alkotja meg a különböző mítoszokat. A mítoszok egyrészt Hatalmas, nagy kulturális kincset jelentenek, ugyanakkor nehézség az, hogy a a nagyon sokáig nem írták le. Sőt, a mitosznak az egyik jellegzetessége az, hogy, hogy ez, még, ez még nem egy módszeres irodalom, nem egy, főleg nem egy módszeres irodalom tudomány, hanem ezek történetek, amelyek szájhagyomán útján elbeszélés útján terjednek, és ennek köszönhetően egyrészt nagyon változékonyak, tehát nagyon sok minden változik bennük, hiszen soha nem lehet egy történetet, vagy nagyon ritkán lehet egy történetet szóról-szóra ugyanúgy elmondani, tehát ezek nagyon változékonyak, és ebből adódik az is, hogy ugyanannak a sztorinak számtalan változata él a mai napig. Tehát a mitoszok szájhagyomány útján terjednek, és ezeken keresztül próbálják az emberek magyarázni az őket körülvevő világ jelenségeit. A mitológia szó pedig két dolgot jelent, egyrészt egy-egy adott nép vagy egy-egy közösség mitoszainak az összességét, tehát a, például a görög mitoszokból, görög mitoszokból áll össze a görög mitológia, vagy a skandináv mitoszokból áll össze a skandináv mitológia, másfelől viszont mitológiának hívjuk a mitoszokkal foglalkozó tudományt is, amely vizsgálja ezeket a történeteket mindenféle szempontból. Tehát ennyit arról, hogy mit jelent az, hogy mítosz. Na de térjünk is rá, hogy mi ez a bizonyos mitológikus világkép. Ahogyan azt már mondtam, nagyon úgy tűnik, hogy minden emberi közösségben egy idő után a fejlettség egy adott fokán kialakul ez a fajta mitológikus világkép, ami valamiféle általános magyarul, magyarázatot ad a környező világ jelenségére, egészen a természeti jelenségektől kezdve az emberek közötti jelenségekig, érzelmekig, különféle társadalmi folyamatokig egy általános magyarázatként szolgál. Ami azt jelenti, hogy bizony a mai napig is vannak, bár egyre kevesebben, de vannak még olyan természeti népek, akiknél ez a, ez a mitológikus világkép érvényesül. Tehát, hogyha hogyha valaki elmegy az Amazonas mélyére, még találhat, vagy más őserdők mélyére, találhat még olyan népeket, ahol nagyon erősen jelen van ez a mitológikus világkép. Úgy is szokták mondani, hogy a mitológikus világkép, vagy a mitoszok egyfajta naív társadalmi tudatformát jelentenek. A naív az egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy hogy tudomány előtti. Ugye a mi világképünket már a tudomány határozza meg, amikor mi a természet jelenségeit vizsgáljuk, vagy az emberi test működését vizsgáljuk, vagy a társadalmi jelenségeket vizsgáljuk, akkor alapvetően már a tudomány eszközével nyúlunk ezekhez. De a, a mitológikus Kor embere számára még nem volt adott a, a tudomány érte, értelmszerűen, hiszen még nem állt azon a fejlettségi fokon, tehát ő a világ minden egyes jelenségét a mítoszokon keresztül próbálta megérteni. Ami, és ebből adódik az is, hogy a mítosz az egy nagyon komplex dolog, nem válik el egymástól. Ben, nem válik el egymástól a vallás, a tudomány és a művészet. Tehát, hogyha nagyon röviden akarnám elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy valaki a mitoszok korában él, vagy egy mitológikus világképben él, akkor ez azt jelenti, hogy ez a három dolog, a vallás, a tudomány és a művészet, ez még számára egy. Ezt ugye modern agyunkkal már nagyon nehéz felfogni, mert hogyha nem tudom, nekem fáj a fogam, akkor én már nem a sámánhoz megyek el, hanem a fogorvoshoz, vagy ha valami problémám van, akkor akkor nem a, az Istenek segítségét kérem, jó esetben, vagy nem egy, nem egy jós nővel akarom megmondatni, hogy, hogy, hogy hogyan éljem tovább az életemet, vagy hogyan döntsek, hanem, hanem elmegyek a fogorvoshoz, és elmegyek egy szakértő emberhez, akitől tanácsot kérek. Tehát kicsit nehéz már ezt a mi agyunkkal felfogni, de így lehet a legjobban megérteni, hogy a mítosz, a mitológia az egyszerre vallás, egyszerre tudomány és egyszerre művészet. És nyilván értelemszerűen minden nép azokon a jelenségeken keresztül próbálta megérteni a körülötte lévő világot, amelyiket maga körül látott. Tehát éppen ezért tulajdonképpen a mítoszokban is minden népnek az őt körülvevő világa köszön vissza. Nyilván, aki, aki Indiában élt, az, az sok elefántot látott maga körül, azt látta, hogy az elefántok a leghatalmasabb lények. Ezért teljesen logikusan jött az az elképzelés, hogy, a, hogy a, az egész világot, az egész világnak a négy égtáját elefántok őrzik, és tulajdonképpen elefántok hordják a hátukon a világot. Vagy például a, a Kalevalában. Ahol, ami egy olyan népnek a mítosza, ahol, ahol egészen más állat és növényvilág veszi körül az ott élőket, ott teljesen érthető, hogy a világ a, a Kalevala szerint kacsatojásból jött létre. Tehát az a lényeg, hogy egy adott népnek a, a környezetét mindig visszatükrözik a mítoszok, hiszen abból próbálnak magyarázatot találni, amit maguk körül látnak. Tehát éppen ezért minden, minden mitológia nagyon más, és az adott népnek a, az életvitelét tükrözi, de ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy, hogy ha végignézünk a különböző mitológiákon, akkor nagyon sok hasonlóságot is találunk közöttük, tehát például mindenhol visszatérő elemek a, a különböző eredetmítoszok, mindenhol visszatérő elemek a különböző istenségeknek a harcai, és az is Hasonlóság a legtöbb mitológiában, hogy, hogy valahogy az emberi világ, meg az emberen túli világ egy ilyen nagyon érdekes. Egységben van. Tehát ezt is nehéz már a mi kereszténységen szocializálódott logikánkkal felfogni, hogyha mi arra gondolunk, hogy Isten, akkor olyas valakire gondolunk, aki nagyon nem nem olyan, mint mi, aki elérhetetlen távolságban van, aki hatalmas, aki a mi eszünkkel felfoghatatlan. De a mitológikus világképben, a mitológikus korban még sokkal közelebb volt egymáshoz az emberek és az Istenek világa. És az is, általában jellemző, hogy, hogy ezekben a mitológiákban nem egy Isten van, hanem több Isten van, tehát a politeizmus jellemző a mitoszok többségére. A politeizmus az több Isten hitet jelent, a poli az azt jelenti, hogy több, a, a teosz az pedig azt jelenti, hogy Isten, tehát a politeizmus az több Isten hitet jelent. Tehát a korai mitoszok többsége az a, a, a látható világ mögötti Isten világot képzel el, és ezekben több Isten van, és az is hasonlóság a különböző mítoszok között, hogy ezeket, a, ezeket az istenségeket és különböző csodás lényeket emberformájúnak képzeli. Ebben is nagyon különbözik például a, a az ókori görög mitológia, vagy a skandináv mitológia, vagy a, a hindu mitológia, például a, a kereszténység mitológiájától, hogy, hogy ezekben a hogy, hogy, a, hogy az Istenek ember formájuk, nagyon hasonlítanak az emberekre. Ezt idegen szóval úgy mondjuk, hogy antropomorf. Tehát antropomorf az azt jelenti, hogy emberformájú. Tehát a mitológikus világkép jellemzője többnyire az, hogy antropomorf, emberformájú istenek vannak benne, akik természetesen nem ugyanolyanok, mint az emberek, hiszen például legtöbbször halhatatlanok, de minden másban nagyon-nagyon hasonlítanak az emberre. Ugyanúgy, ugyanúgy ö, vannak érzelmeik, ugyanúgy vannak jellemhibáik, ugyanúgy van karakterük, van vérmérsékletük, tehát nagyon hasonlítanak az emberekre a mitoszoknak az istenei. És mindenféle hősei, akik sokszor isteni eredetűek, vagy istenek és is emberek nászából jöttek létre. Ö, igen, tehát nagyjából ennyit a mitológikus világképp. Az fontos tudni, vagy fontos tudatosítani, hogy ezek az emberek nem egyszerűen csak butábbak voltak, mint mi. Tehát nem azért gondolták azt, hogy, hogy a villámokat Zeus szórja, mert ők buták voltak, hanem azért, mert egyszerűen a társadalmi fejlettségnek ö, ezen a fokán voltak. De a mai világunk nem lenne ilyen a mítoszok nélkül, és az irodalom, a tudomány, a művészetek, a vallások, azok mind-mind a mítoszokból nőttek ki különböző módokon. Tehát a, a, mi modern tudományos technikai kultúránk és a mítoszokon alapul, arról nem is beszélve, hogy milyen sok szempontból szolgál forrásként, szolgálnak forrásként a különböző mitológiát. Ugye, ha az európai kultúrából indulunk ki, akkor a mi kultúránk szempontjából legmeghatározóbb egyrészt az ókori görög mitológia, illetve ennek a továbbélése majd a római birodalomban, tehát az egy, ez az egyik ha úgy tetszik, láb, amin az európai kultúra áll. A másik ilyen nagyon fontos láb, az pedig értelmszerűen a zsidó-keresztény mitológikus hagyomány, ami ugyanúgy egy mitológikus hagyomány, csak nagyon sok mindenben különbözik például az ókori görög mitológiáktól, de azért a mitológia, a mitoszok logikája jellemzi. És nem csak, hogy forrásként szolgálnak ezek a régi mitoszok, meg az egész mitológikus hagyomány, hanem a mai napig van tere a mitológia szimbólum rendszerének. Hiszen ugyan nyilván már egyikünk sem hiszi azt, hogy, hogy Zeus szórja villámokat, hiszen pontosan tisztában vagyunk ennek a fizikai hátterével, de a, mitológia alakjai, történetei nagyon komoly szimbolikus jelentéssel bírnak. Tehát vegyük például, nem tudom, Afroditét, ő egy nagyon erős szimbóluma mindannak, amit amit a nőiesség jelent, vagy a, vagy a szerelem jelent, vagy ha vesszük Árészt, ugye a istent, ő nagyon erős szimbóluma mindannak, amit a harcasság, az agresszió, a férfiasként azonosított e, tulajdonságok jelentenek, tehát ez csak néhány ilyen nagyon béna példa, de az lényeg, hogy a, a a mitológikus szimbólumok azok a mai napig itt vannak, körülöttünk. Most már nem szó szerinti jelentésben használjuk őket, hanem szimbolikus jelentésben, de, de körülvesznek minket. Érdemes egyszer olyan szemmel végigmenni például egy bevásárló központban, ha csak megnézed a márka neveket, akkor hány mitológiai alakra bukkanhatsz. Tehát nyilván ehhez egy picit játosnak kell lenni a mitológiában, és föl kell ismerni ezeket a, ezeket a, ezeket a neveket, de bizony a mai napig ott vannak körülöttünk ezek a mitológiai személyek. És hát a popkultúráról már nem is beszélve, hogy hogy a mai napig a népszerű kultúra, a filmipar, a képregényipar az milyen sokat merít a mitológikus hagyományból, hogy más nem mondjak, ugye a Marvel univerzumnak egy nagyon lényeges szelete, tor és az ő családja, és az ő történetei, ezek mind a skandináv mitológiából eredeztethetők, tehát tulajdonképpen a skandináv mitológia alakjait veszik alapul ezek a képregények, illetve az ezekből készült filmek. Én ide tettem az én kis személyes kedvencemet, Lokit. Ugye ő a, ő a rossz fiú a, ebben a mitológikus hagyományban. De elég, el, elég, például olyan teljesen hétköznapi szavakra gondolni, mint például az avatár. Ugye ez ma már egy nagyon modern tehát egy hétköznapi szavunk, és egy nagyon modern dolgot jelent a virtuális valóságnak, az egyik elemét nevezzük avatárnak. De maga az elnevezés, az nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez a hindu mitológiából jön. Tehát maga az avatár, az a hindu mitológiában egy-egy istenségnek, ugye ez is egy több isten hívő vallás, egy-egy istenségnek a földi megtestesülését hívják avatárnak, ami a mai napig tovább él egy ilyen. Egy ilyen fogalomként, amit, amit használunk a mai kultúránkban. Ennyi lett volna röviden a mitológikus világkép jellemzője, illetve az, hogy hogyan élnek tovább a mitológikus hagyományok a hétköznapjainkban a XXI. században is. További videóban majd azért egy kicsit részletesebben is megismerkedünk ezekkel a különböző mitológiákkal. Sziasztok!